Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Barnabás, a KKI munkatársa, mai témánk a Brexit, hisz ő többek között egy Anglia szakértő is. Hát akkor most hova tart az angol kormány? Hát nagyjából ugyanoda, ahova eddig. Ugye az egyik legfrissebb fejlemény az az, hogy Theresa May ellen a saját pártja bizalmatlansági indítványt kezdeményezett. Ehhez összegyűlt elegendő számú aláírás, illetve levél a parlamenti frakció tagjainak a részéről. Viszont ő ezt szerda este megnyerte, ezt a bizalmi szavazást. 200-117 arányban végül azok maradtak többségben a parlamenti frakcióból, akik azt támogatták, hogy továbbra is ő maradjon a pártvezetője és a miniszterelnök. Ez azt is jelenti, hogy meg fogja próbálni továbbra is azt az alkut keresztül vinni a brit parlamenten majd, amit eddig már Európával letárgyalt, és az Európai Unió részéről ez nagyjából elfogadott. Kérdés, hogy mit tud még tenni annak érdekében, hogy az a 117 képviselő, aki ugye a saját pártjából ellene szavazott, és aki vélhetőleg nyilván azért szavazott ellene, mert hogy nem tetszik nekik ez az alkú, ezt hogyan fogja megnyerni, mondjuk, hogyha januárban lesz erről egy szavazás, addig. Na de hát ennek a 117 képviselőnek tisztába kell lenni azzal, hogyha lecserélik a fogadvezetőjét, akkor semmi reményük semmire, hisz egy olyan hosszú procedúrán kell, hogy végig menjenek, hogy esélyük nincs addig eredményeket elérni. Hát eddig is tisztában kellett volna lenniük ezzel, mégis megpróbálták, viszont ugye most, hogy Theresa May megnyerte ezt az ellene indított szavazást. Illetve nem vesztette el, igen, ez a helyesebb kifejezés. Most egy évig nem nyúlhatnak hozzá, mint pártvezetőhöz, és hát véletlenül, mint miniszterelnökhöz sem. Azzal az ígérettel tudta talán ezt biztosítani, hogy egyrészt, hogy 2022-ben ő nem fogja már vezetni, nem ő lesz az, aki vezeti a Tory pártot a választásokra. Tehát nem ő lesz a miniszterelnök jelölt a következő. De miért nyugdíjba megy? Elege lett? Nem jó abba a 10 szám alatti lakásba élni? Vagy mi a probléma? Szerintem nagyon szeret ott élni, azért van még mindig ott, de hát talán úgy gondolta, hogy most ez az amilyen kompromisszum, hogy őt már így részben nem tudják elfogadni a saját pártjának a képviselői, viszont azt is láttam, hogy egyrészt az idő azért szorít, valamilyen Brexit alkut azt el kell fogadni a brit parlamentnek, mert hogyha anélkül lépnek ki, akkor ez sokkal rosszabb lesz. Illetve hát valószínűleg számított arra is, hogy bár ugye megindult ez a bizalmatlansági szavazás vele szemben, de nyilván sejtette, hogy ha őt most leváltják, és valaki más lesz a miniszterelnök, akkor ugye mi lesz? Mert hogy egyáltalán ki lesz? Egyrészt ugye, ahogy mondta, ez egy hosszabb folyamat is, baj is torkolhatott volna. Másrészt, hát ez valamiféle politikai öngyilkosság is, mert hogy akárki lett volna mondjuk most az új miniszterelnök, vagy pártvezető, annak ezt a Brexit ügyet, ezt már le kellett volna valahogy menedzselnie, le kellett volna vezényelnie, és most már kezdjük látni, hogy ennek olyan nagyon jó vége nem lehet. Úgyhogy Theresa May azt gondolta, hogy hát ha már ő erre tette fel a miniszterelnöki karrierét, hogy ezt megtegye, akkor már úgyse nagyon lenne sok esélye. Ez elég a történelembe való bevonulásra. Hát igen, ezzel már mindenképpen bevonul a történelem. A kérdés az, hogy a bírósági döntések után, meg ha jól értem, akkor tulajdonképpen Angliának megvan a lehetőség, hogy azt mondja, hogy elnézést, nem ezt a babát akartam, és még március x-edikéig azt mondhatják, hogy vissza a babaruhát. Igen, március 29-éig egészen pontosan. Most már ugye nem csak főügyészi véleményünk van erről, hanem az Európai Unió Bírósága is kimondta, hogy akár egy oldalon is visszavonhatja, illetve egy oldalon vonhatja vissza. Mi kell történni ahhoz, hogy az angol miniszterelnök, a most regnáló miniszterelnök meggondolja magát, és azt mondja, hogy lehet, hogy mégis jobb a hazának, hogyha maradnak? Hát nem tudom, csodának valószínűleg, mert hogy ő eddig minden fórumon azt mondta, akár milyen megmérettetésen kellett részt vennie, akár onnan támadták, azt mondta, hogy amíg ő marad a miniszterelnök, addig ezt
mint a brit nép számára teljesíteni fogjuk, amit kért, és hát azzal szokott például, mert 17 millió valahány százezren ugye erre szavaztak, és ez azoknak a brit állampolgároknak, brit szavazóknak a cserben hagyása lenne a Brexit felfüggesztése. Nyilván, mivel majdnem ugyanannyian az ellenkező kimenetre szavaztak annak idején 2016-ban, hát így is azért valaki szomorú. Arra már nincs esély, hogy végül is megkérdezzék az Isten adta népet még egyszer, mert lehet, hogy nem 17 millió X-en mondanák azt ma, hogy kilépni, hisz lehet, hogy már megértették, hogy mire is szavaztak ők. Valóban, a közvéleménykutatások alapján nagyon nagy változást nem látunk, de azért inkább az a tendencia, hogy most már egy kicsit többen lennének azok, akik inkább az Európai Unióban maradnának. Az is lehet, hogy többen elmennének szavazni, mert ugye a 16-os referendumon sokan egyszer csak nem mentek. Ugye körülbelül David Cameron-i hozzáállása azzal biztos, hogy egy kicsivel, de úgyis az igenek fognak nyerni, mármint hogy a bennmaradás. A maradás. Igen. Hát abból a szempontból nem nagyon van már idő még egy népszavazásra, hogy ugye a népszavazásnak vannak bizonyos procedurális lépései, amik időt vesznek igénybe, ugye kell biztosítani kampányidőszakot, stb. Tehát ez végül is március 29-ig csak nagyon-nagyon ilyen utolsó percesre lehetne belőni. Ugyanakkor tegyük hozzá, hogy ugye a híres 50. cikk alapján, ami alapján a kilépési folyamat is zajlik, tulajdonképpen, hogyha Nagy-Britannia azt mondja az Európai Uniós állam és kormányfőknek, hogy hosszabbítsuk mondjuk ezt a Brexitre való felkészülési periódust, a tárgyalási periódust 3 hónappal, 6 hónappal, valamilyen rövidebb idővel, mert hogy én még egy népszavazást fogok tartani, akkor nem hiszem, hogy ezt elutasítóak lennének ezzel szemben, hiszen ez a 2 éves periódus ez nincsen kőbevésve, ez azért van benne a szerződésekben, hogyha másra nem jutnak a tagállamok, akkor 2 év a mérvadó, de ezt meg lehet hosszabbítani. Most, hogy Macron nem éppen a népszerűségi listán előre halad, ez nem hozhatja az angoloknak azt, hogy na, lehet, hogy mégis maradni kéne és elfoglalni a franciák népszerűségét, illetve vezetői kompetenciát is az Európai Unión belül? Hát az egy nagyon különös hozzáállás a britek részéről, mert hogy még EU tagok voltak is, tehát még azok, de hogy elvileg már nem sokára, de hogy abban a 40 évben, amíg azok voltak, hát azért az volt általában a fő vezérelvük, hogy hát mi itt vagyunk, de azért ebből nem kérünk, egy kicsit tátszám. De maradnának ugyanezt csinálni, ilyen más utasok. Akkor jelenlegi feltétel, tehát hogyha az történik, hogy csak visszavonják a kilépési... Akkor ezzel tulajdonképpen a kiváltságaik megszűnnének? Nem. Hogyha március 29-ig ezt visszavonják, akkor az olyan, mintha semmi nem történt volna. Erre mutat rá az Európai Unió Bíróságának ez az ítélete. De az egész unió tagállamai közül ők azoknak, akiknek a legtöbb másságuk megvan, nem csatlakoztak és eszük ágába sincs a nemzeti valutájuk helyett bevezetni az eurót, és külön, mondjuk azt, hogy különleges jogaik vannak. Hát ez talán csak úgy változhatna meg, hogyha most ők kilépnek az Európai Unióból, egy ponton belátják, hogy ez nem volt a legjobb döntés, és akkor újra felvételt kérnek az Európai Unióban, akkor nem kapnák akkor már ezt valószínűleg nem kapnak meg. Tehát ezt kéne, hogy mérlegeljék. Hát ezt kéne, csak ezt a nem mindegyik politikus mondjuk, aki a Brexit mellett kampányolt, nem egészen erre mutatott rá általában. Én tudom, hogy a királyi család az ülés nézi a tévét, illetve elolvassa a lapokat. Már a múltkor kérdeztem, de nem tudom nem megkérdezni. Vajon a királynő, illetve a család mit szól ehhez, hogy elbukott a bizalmatlansági indítvány, vagy lehet, hogy ők is megosztottak? Elképzelhető, ahhoz az angol alkotmányos hagyományhoz nagyon jól tartják magukat, hogy erről nem nagyon szivárok ki semmi, hogy ők így mit gondolnak. Nem foglalnak ebben állást. A királynő... Tehát arról kiszivároghat, hogy milyen pelenkával pelenkázzák a trónörököt. Így van, de hogy de erről nem. nem, erre nagyon ügyel a királynő, hogy még véletlenül se lássák, úgyhogy bármelyik pártot támogatná ebben a kérdésben.
Nem tudom, az én fejemben inkább a Crown című sorozatból vannak ilyenkor jelenetek, amikor ugye mennek audienciára ezek a miniszterelnökök, most ugye Theresa May, nem tudom, milyen lehet a hangulat, tehát nagyon várja, hogy akkor így beszámoljon róla, hogy mi történt, a királynő meg egy kicsit már így unja, hogy még mindig jöjjön, ezt nem tudom. Minden esetre, annak idején egyébként hallottunk olyat is, hogy a királynő Brexit párti, a királynő nem Brexit párti, nehéz elhelyezni. Egy manchesteri gyári munkás vajon Brexit párti, vagy nem Brexit párti? Ez is kétesélyes, pont Manchester környékén, azt hiszem aztán az a, mondjuk, hogy északabbi angol régió, ahol azok a Labour, tehát munkáspárti szavazók is elég nagy számban szavaztak a Brexitre, tehát elképzelhető, hogy éppen Brexit szavazó. Nem feltétlenül az alapja, hogy nagyon gondosan találkozott volna mondjuk egy olyan gondosan elkészített kalkulációval, hogy mondjuk az ő konkrét szektorára milyen hatása lehet a Brexitnek, hiszen a brit kormánynak sem volt semmilyen terve arra, hogy mi lesz, hogyha a Brexit lesz, tehát nem nagyon készültek a választások, bocsánat, a referendum előtt ilyen elemzések. A többi tagállam vezetőinek, illetve a tagállamoknak mennyire lehet elegük ebből a Brexit, vagy nem Brexit, vagy mi történik, vagy mit akarnak? Hát egy kicsit biztos, azért valószínűleg hozzá vannak szokva ilyesféle politikai fordulatokat, bár talán ehhez az egész Brexithez így ilyen formán ez mindenképpen precedens. Mert ilyen még nem, ilyen nem volt. Meg ami körülveszi, az is bámulatos a maga nemében. Ugye most, hogy még a bizalmatlansági szavazás előtt, amikor Theresa May levette a napirendről ennek az alkunak a brit alsóházi tárgyalását, akkor is tett még egy gyors európai kirándest, ugye volt Hollandiában. Amikor kedden úgy döntött, hogy levette a napirendről. Így van, először ugye a holland miniszterelnökhöz ment, aztán Angela Merkelhez ment, ott nem nagyon nyílt ki az autójának az ajtaját, azért végül kijutott, és akkor sikerült beszélgetni. Ki az, aki benne akarta rekeszteni őt az autóval? Nem tudom, de azért annyira nagyon nem volt. Tehát, hogy ennek talán a veszélye nem állt fönn, bár az még kínosabb lett volna valahogy, hogyha az ablakon kell kimásznia, de hogy aztán vissza úton, meg a Brüsszelben volt, Jean-Claude Junckernél, Donald Tusknál, mindenki nagyon barátságosan fogadta, és mindenki nagyon barátságosan mondta neki el, hogy igazából ezt nem fogjuk megnyitni újra, ezt az 585 vagy hány oldalas dokumentumot, ami ugye a jogilag kötelező kilépési egyezmény, mert hogy ezen elég sokat dolgoztunk. Ha megnyitjuk, akkor a spanyolok találnak valamit Gibraltárral, a franciák találnak valamit a halászati jogokkal, tehát ez majdnem, hogy brit érdek is, hogy ezt ne nagyon feszegessük. Mi magyarok mit találunk, ha újra kell írni? Hát szerintem annyira nem fogunk semmit találni. Nyilván a magyarok... Magyarország ugyanúgy, mint a többi európai tagállamnak az érdeke, Európai Uniós tagállamnak az érdeke, hogy ezt valahogyan rendezzük már ezt a kérdést. Nyilván lehet egy különleges magyar vagy közép-európai ország szempontjából egy érdek, hogy akár azokat a nagyobb, akár kisebb, akár nagyobb vállalatokat, akik még azért vannak jelen Nagy-Britanniában, mert az uniós piacra szeretnének termelni, szeretnének lépni, és nem feltétlenül azért, mert ezek brit cégek. Ezeket közben valahogy ide édesgessük a környékre, de nem hiszem, hogy emiatt kifejezetten keresztbe tennénk mondjuk Nagy-Britanniának a kilépési egyezmény megtárgyalása folytán. Szurkolunk az angoloknak is, önt visszavárjuk, kedves nézőim, az elmúlt szűk negyed órában Szabó Barnabás, egy Brexit szakértő, értő azon kívül még sok mindenhez hisz a KKI munkatársa. Kérdeztük, hogy mi is várható az angoloktól. Itt folytatjuk legközelebb. Köszönöm, hogy rendelkezésre állt. Előzetesek, és jövünk vissza.